Köszöntöm Önöket, Parlamenti Pillanatok című műsorunkat látják, a vendégünk a 15. kerület országgyűlési képviselője Barkóczy Balázs. Köszöntöm képviselő. Jó napot kívánok, üdvözlöm a nézőket. Élénk vita kíséri az utóbbi hetekben a vasút fejlesztést, vagy ahogy a kritikusai mondják, a vasút nem fejlesztést. Ebbe a vitába most ön is beszállt azzal, hogy levelet írt Lázár Jánosnak. Nem is annyira az a vasút általános országos állapota miatt, hanem kifejezetten a 15. kerületet érintő egyelőre meg nem valósult fejlesztések kapcsán. Arra kérném, hogy bár az a Facebook oldalán és a kormány oldalán is olvasható ez a levél, azért a nézők kedvéért tegye meg pár mondatban összefoglalva, hogy mégis mire tért ki ebben a levélben, mi az, amit sürgetőnek érez, mi az, amire választ vár Lázár Jánostól? Hát elsősorban arra várok választ a területét is felelős minisztertől, hogy miért van az, hogy már az elődöm Hajdú László is többször írt neki levelet, egyébként Varjú Lászlóval az Újpest kerület országgyűlési képviselőjével együtt, arról, hogy ugye az istántelki vasúti felüljárót 4 vagy 5 éve a MÁV balesetveszélyesnek nyilvánította, és ezért elrendelte annak elbontását. És amikor mi ezt nehezményeztük, akkor mindig az a cinikus válasz érkezett, hogy egyébként az utasok tudják használni az onnan 5-600 méterrel lévő, a Viszocki utcánál lévő átjárót. De hát nem így történt, hanem nyilvánvalóan, aki sietett a vonatra, ők mind a sineken mentek át, és csak az elmúlt egy évben ez 2 halálesetet eredményezett, mind a 2-ször a Szobról a Nyugati pályaudvarra tartó személyvonat gázoltott utas sajnos. Arra is vártuk, vagy várnánk tőle a választ, hogy miért van az, hogy Rákospalota-Újpest vasútállomás még mindig olyan állapotban van, amilyen állapotban mindannyian láthatjuk nap mint nap, akik vasúttal közlekedünk, és hogy nincs ott megoldva az akadálymentesítés, tehát babakocsival, kerekesszékkel, Rákospalotáról megközelíthetetlen szinte a vasútállomás. Egy ilyen elkorhat fa és elrozsdásodott fém szerkezetű felüljáró van, ami szerintem szintén egyébként épp oly baleset veszélyes. Egyébként Rákospalota Újpest vasútállomásnak a fejlesztési terve az elővárosi vonalak fejlesztésénél mindig szóba kerül, aztán menetrendszerűen le is kerül onnan, úgy is mondhatjuk, hogy menetrendszerűbben, mint ahogy a vonatok közlekednek. Nagyon sok kérdést tudnánk ezen túl még föltenni neki, miért van az, hogy az északi körvasút fejlesztésénél az újpalotai vasútállomások, szerint Pest-Újhely, de most erről ne issunk vitát, az újpalotai vasútállomás úgy lett kialakítva, hogy ott csak egy szerelvényes vasúti kocsik állhatnak meg, és most állítólag voltak olyan tervek, vagy voltak olyan elképzelések, hogy a felújítás után bő egy évvel az egészet el kéne bontani, és újra kéne tervezni, és újra kellene csinálni. Miért vannak ezek az anomáliák a vasúti közlekedésben, amik nem csak az agglomerációból bejárók életét nehezítik meg, hanem mindannyiunkét is. És erre vártam én választ, vagy várok mind a mai napig választ Lázár Jánostól, a területért felelős minisztertől. Ezt egyébként elküldtem neki egy levélben is, hogy a Demokratikus Koalíciónak szakértőkkel kidolgozott világos koncepciója van a vasútfejlesztésre, és hogyha gondolja minisztere úr, akkor én erről nagyon szívesen tájékoztatom személyesen is, válasz egyelőre nem érkezett, várom a választ, de hát ez lesz a jövő hétfőn kezdődő parlamentben is az első interpellációm szintén Lázár Jánoshoz, hogy megbeszéljük, hogy miért van az, hogy amíg a fideszes oligarchák és trómanok luxusjakton és magárepülőgépeken tudnak utazgatni, addig a dolgozó magyarok milliói pedig arra kényszerülnek, hogy nap mint nap késő vasúti kocsikkal, kigyulladó, kisikló, ajtó nélkül közlekedő vasúti kocsikkal menjenek a munkájukba, kórházba vagy akárhova. Ismerve az országos vasúthálózat általános állapotát, nem lehet, hogy azokat vennék inkább prioritási sorrend élére, és a végére maradna csak az akadálymentesítését a mi vasúthálózat? Hát, szerintem az akadálymentesítés az egy elég fontos probléma lévén, hogy már több mint 10 éve törvény van a vasúti megállóhelyek és egyébként a közintézmények akadálymentesítéséről, amit a kormány mindeddig nem tartott be egyrészt, másrészt pedig abban az országban, ahol a MÁV leányvállalat a közbeszerzés nélkül milliárdokat fizet ki különböző nerközeli cégekhez, például Mészáros Lőrinc cégeinek, ott nem hiszem, hogy nem lenne pénz arra, hogy egy ilyen vasúti felüljárót megcsináljanak, vagy az akadálymentesítést megoldják, mind Rákospalota-Újpesten, mind Istvántelken, ugye az akadálymentesítés az megoldott Újpalota vasútállomáson, tehát arról most nem beszélek. De
Mint már említettem, Hajdú László is, az én elődöm, rengeteget foglalkozott ezzel, nagyon sok beadványt írt be. Általában ezekre Fónagy János, parlamenti államtitkár úr válaszolt annak idején. Gondolom most hétfőn is ő fog nekem választ adni a parlamentben, hogyha ez szóba kerül. És folyamatosan elutasító volt a válasz. Én azt hiszem, hogy ebből a napnál is világosabb, hogy igazából a kormány embereinek vagy a kormányzat szerveinek nem fontos az, hogy itt a helyben, a 15. kerületben élők hogyan és miként tudnak vasúttal közlekedni. A vasút akadálymentesítése közvetlenül is érinti a kerületben élőket. Az árvíz már kevésbé, viszont azt tudom, hogy azzal kapcsolatban is van észrevétele. Összességében mit gondol, álltuk a sarat, hogy ezt a kifejezésre ilyet? Igen, bocsánat, álltuk a sarat, csak hogy ez nem a központi szerveknek volt köszönhető, hanem azoknak a civileknek, akik megmozdultak és segíteni akartak. A demokratikus koalíció aktivistái is többek között Százhalombattán, Esztergomban, Szentendrén pakolták a homokzsákokat, voltak, aki szendvicseket készített azoknak, akik a gáton dolgoznak. Érdekes módon én is több helyszínen ott voltam. A hivatalos árvízvédelemnek a szakembereit, illetve azokat a hadseregnek a katonáit, akiket ilyen esetekben ki szoktak rendelni, én magam nem láttam. Ugye Szalai Bobrovicski Attila akkor azt mondta, hogy nem is láthattuk, mert hogy egy hadgyakorlat folyt azon a héten. Tehát én ezt sem értem, hogy ezt hogyan lehet így időzíteni, amikor pontosan tudják a szakemberek, hogy mikor fog tetőzni a Duna Budapestnél, vagy akár Mohácsnál, vagy Esztergomnál, vagy bárhol, akkor miért arra a hétre kell egy ilyen hadgyakorlatot időzíteni, de ezt hagyjuk is. Amiről szerintem beszélnünk kell, az az, hogy az árvíz mellett aszály is sújtja Magyarországot. Ugye egy nagyon meleg nyáron vagyunk túl, az elmúlt 100 év, vagy 100 nem tudom néhány év legmelegebb nyarán. És mégis elmaradtak a víztározóknak az építései, tehát a demokratikus koalíció álláspontja, hogy víztározókat kellene építeni. Megint csak az van, hogy több száz milliárdot költöttünk árvíz elleni védekezésre, ebből egyébként 65 milliárdot, ugye a 2013-as nagy árvíz után Mészáros Lőrinc cégei kaptak meg árvíz elleni védekezésre, és most azt láttuk, hogyha a civilek nem segítenek, vagy a helyi önkormányzatok, és mélyen egyetértek Cserdényi Német Angéla polgármester asszonnyal, aki a mai testületi ülés elején azt mondta, hogy Magyarországot az önkormányzatok működtetik, hogyha a helyi önkormányzatok ezt nem tudják megszervezni, akkor az állam itt is csődöt mondott volna. Egyébként még számtalan más területen, majd remélem beszélni fogunk az idősek napjáról, mert hogy én úgy látom, hogy az idősek megbecsülésénél és a nyugdíjkorrekciónál is csődöt mondott az állam. És ezek mind olyan tételek, tehát gondoljunk bele, az ország költségvetésébe is gondoljunk bele, hogy mikre mennek el pénzek, milyen kormányközeli közalapítványok finanszírozására, milyen közpénzkezelő KFT-knek, tehát rengeteg olyan anomália van ma, én úgy látom, ami mind attól vonja el a forrásokat. Csak néhány példát hadd említsek, ugye már ebben a műsorban is több szó esett róla, hogy rengeteg költségvetési módosító indítványt beadtam az elmúlt 3 évben az ország költségvetésével, ezt egy tolvonással mindig lesöpörték. Például a volt szovjet laktanya és volt északpesti kórház területének a rekultivációját, rekonstrukcióját, egy új északpesti kórház megépítését, de ugyanígy mondhatnám egyébként, amit az önkormányzat egyébként saját forrásból megoldott, a helyi 15. kerületi és újpesti közintézményeknek a napelemekkel való felszereltségét, vagy esetleg szigetelését, az új panel programot, ezeket mind-mind söpörgették le az asztalról, pedig hát látjuk szerintem, hogyha máshonnan nem, akkor abból, hogyha megnézünk egy foci meccset, ahol nem nagyon szoktak csillogni, villogni a mieink, hogy mennyi minden egyébként fontosabb dologra mehetne el az a pénz, amit a miniszterelnök hobbiaira szoktunk elkölteni. Kedvesebb témára áttérve, az a rendezvény, amin ma részt vehettünk csütörtökön a felvétel napján, azért mégiscsak kedves módja annak, hogy felhívjuk a figyelmet az időskorra, az időskorúakra, és arra az állapotra vagy betegségre, ami sokszor sajnos ezzel jár, ez pedig a demencia, az Alzheimer-kór. Önt is láttam a rendezvényen, fontosnak érezte, hogy ott legyen, igaz? Abszolút. Annál is inkább, mert hogy azt hiszem, hogy a 15. kerület az mindig is híres volt arról, hogy törődik
az idősekkel, és törődik a rosszabb sorban élőkkel, és egyébként szerintem itt kell megemlítenünk szintén, ugye ma volt az utolsó önkormányzati ülés ebben a ciklusban. Október 10-én egy új testület fog felállni a június 9-i választásoknak megfelelően, de az elmúlt 5 évben, és én biztos vagyok benne, hogy az elkövetkezendő 5 évben is Cserdini Németh Angéla polgármester asszony vezetésével egy olyan testület fog felállni, amely nem feledkezik meg az idősekről. És valóban erről van szó. Tegnap, amikor egy barátommal beszélgettem, egy grafikus barátommal, egy hozzám nagyon közel álló emberrel, hogy ide fogok jönni, akkor ő megemlítette, hogy mind a két nagymamája ebben a bizonyos nagyon hátulról lopakodó módon támadó betegségben szenved, és azt mondja, hogy nagyon sokszor látja hétről hétre, hogy ahogyan az ő nagyszülei, az ő két nagymamája egyre több minden dolog, tehát egyre nehezebben küzd meg olyan hétköznapi dolgokkal, ami számunkra teljesen természetes, és ezért nyilvánvalóan propagálni kell azt, hogy tudunk erről a betegségről, van segítség, tehát azt hiszem, hogy a mai rendezvénynek is az volt a mottoja, hogy soha nem vagy egyedül, itt vagyunk veled, fogjuk a kezedet és segítünk, illetve van kihez fordulni itt a 15. kerületbe is. Egyébként nagyon nagy szerencsémnek tartom azt, hogy el tudtam beszélgetni azzal az orvosdoktorral, aki annak idején az első Alzheimer kafét létrehozta még annak idején Győrben, és nagyon-nagyon megörültünk egymásnak, hogy egy ilyen szomorú apropóból, de mégis egy felszabadult és kedves és optimista rendezvényen tudtunk találkozni, hogy tulajdonképpen ez a betegség, ami bármelyikünket elérheti, ez nem szégyelnivaló, erről beszélni kell, meg kell mutatni, meg kell jeleníteni, és talán akkor a társadalom is egy kicsit, nem azt mondom, hogy érzékenyebb lesz, hanem jobban odafigyel azokra a polgártársainkra, akik ebben szenvednek. De ugyanígy említhetném egyébként a Speciált Fesztivált, ami éppen tegnap előtt volt, ahol nem csak a helyi és kerületi sérült otthonoknak a dolgozói és betegei, hanem szerte az országból nagyon sok sérült otthon dolgozói és betegei felléptek és megmutatták a saját produkcióikat. Ez egy nagyon lélekemelő fesztivál volt. Nem egy hete, másfél hete volt a Fenó Bowling, ez már a 21. volt, hogyha jól emlékszem, tehát már az is sokadszor, és a Speciált pedig a 11. alkalommal került megrendezésre. Igen, híres rendezvény, országszerte ismerik. Abszolút, és országszerte jönnek rá. Nagyon nagy öröm volt találkozni olyan kollégákkal, én pedagógus vagyok, de nyilvánvalóan nagyon sok kapcsolatom van speciális fejlesztőkkel, illetve halmozottan sérült betegeket, ápolókkal, és nagy részüket az volt a vicc, hogy még ismertem is, és jó volt újra összefutni, jó volt újra elbeszélgetni velük. Ugyanez a probléma nekik is, ugye nem akarom a nézőket untatni, de itt is van már egy több mint 10 éves törvény, hogy a nagy lakóotthonokat ki kéne tagolni kis családi otthonokba, hogy ezeket az embereket minél inkább fejleszteni lehessen, minél inkább meg lehessen teremteni azt a közeget nekik, amiben jól érzik magukat. Ez sem történt meg mind a mai napig. Mind a mai napig hatalmas lakóotthonok vannak, az ott dolgozókat nem becsülik meg. De hogy tényleg kedves dolgokról is beszéljünk, október 1-én lesz az Idősek Világnapja. Ugye Csokonaiban sok szeretettel várunk mindenkit 14 órától az Idősek Napi rendezvényre. Én magam is ott leszek, előtte is lehet majd velem találkozni egy kitelepülésem. Én azért is nagyon szeretek ennek a kerületnek az országgyűlési képviselője lenni, mert ahogy elmondtam, én úgy érzem, hogy ez a kerület példamutató abban, hogy a nehezebb sorsúaknak, az időseknek, azoknak, akiknek segítségre van szükségük, azoknak ne eresszük el a kezét. Volt itt sok minden támadás ellenünk az utóbbi időben az országos médiában. Azért annyit hadd mondjak el, hogy azt hiszem, hogy az itt lakók életminősége a legfontosabb számunkra. Nem csak az én számomra, hanem olyan képviselők, olyan kiemelkedő kvalitású képviselők számára is, mint például Makai Ferenc barátom. Az itt lakók életminőségének a javítása érdekében pedig szerintem mindent meg kell tenni.
ezért lehet velünk találkozni, velem is lehetett például az Olajág idős otthonban múlt héten, ezért lehet velünk találkozni, az utcán lehet velünk találkozni, a köztereken, ugye emlékeztetek rá mindenkit, hogy Makai Ferenc képviselő úr volt az, aki a közterületfelügyelettel, a polgárőrséggel és a rendőrséggel szervezett meg egy egyhetes akciót. Most nyáron. Ezek mind azt szolgálták, hogy azoknak a komfortérzete, akik ebben a csodálatos kerületben lakjanak, egy kicsit nőjön, és hogy tényleg mindannyian otthon érezzük magunkat itt, mert szerintem ez a legfontosabb. És hogyha az állam eleresztette a kezünket, és eleresztette az önkormányzat kezét is, mert azért ne legyenek kétségeink, hogy erről van szó, és most nem sorolom fel megint azt a rengeteg elvonást, amivel sújtották az önkormányzatot, akkor igenis nekünk kell kiállnunk egymásért, és ebben szerintem ez a kerület az élen jár és példaértékű, amit az önkormányzat és polgármester asszony is csinálnak. Régóta ismerem önt, és főleg abból, amit most elmondott, azt gondolom, hogy nem csak szívén viseli, de felelősséget is érez azokért az idős emberekért, és esetleg sérült emberekért, akik itt a kerületben élnek. Én csak azt tudom kívánni önnek, hogy a parlamentben is tudja őket úgy képviselni, hogy célba is érjenek azok a kérések, kérdések, amiket velük kapcsolatban feltesz vagy kér. Képviselő úr, köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt. Én köszönöm szépen a meghívást. Önöknek is köszönöm, hogy minket néztek. Legközelebb ismét várjuk Önöket a képernyő elé. Viszontlátásra!